kezdenek a dolgok eléggé felforrósodni. Azáltal, hogy az Aputure és a Nanlite új RGB tubokat hozott ki, másoknak is bele kell húznia. És pontosan itt jön a Godox a képbe. A legtöbben onnan ismerhetjük, hogy nagyon jó fix COB fényeket csinálnak, amik nagyon-nagyon jók, de lehet, hogy ez az RGB tube lesz az, amit választasz mondjuk az Aputure vagy a Nanlite-tal szemben. De hogy miért? Ahhoz meg kell nézned a videót, mert el fogom mondani, hogy mi az az egy funkció, ami miatt lehet, hogy jobban megéri ezeket választani, mint a másikat. Ha egy ideje már követsz, akkor tudhatod, hogy mennyire szeretem ezeket az RGB csőfényeket. Ha új vagy itt, hát szervusz, üdvözöllek itt! Hello there! Amit tudnod kell rólam, hogy ex-marketingesként, startuperként kezdtem el vlogolni, és lettem content creator, és itt megmutatom a kedvenc eszközeimet, illetve azt is betekintést adok, hogy hogy csinálok creamy b-rollokat. Szóval, hogyha érdekelnek ezek a dolgok, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, és a kis csengőt is nyom be. Megígérhetem, hogy nem fogod megbánni, de ha igen, bármikor reiratkozhatsz, de azt ne tedd meg. Oké, ahogy kitaláltad, ma RGB fényekről beszélünk, konkrétan a Godoxnak a TL60 és TL120-ról. Nem csak az alap specifikációt, funkciókat mutatom meg, de valós életbeli tapasztalatokat is elmondok, és azt is, hogy mi az az egy funkció, ami miatt ezt éri meg talán venni a többihez képest. Mindent átbeszélünk, de először intro. Amikor szeretnénk kiemelkedni és nagyon kreatív dolgokat létrehozni, lehet, hogy az eszközeink limitálják a képzeletünket. Imagination. Az egyik oldalon persze rengeteg választásunk van, amikor a fényekkel szeretnénk kreatív dolgokat elérni, a másik oldalon meg azért választunk valamit, hogy minél könnyebben tudjunk alkotni. És szerintem itt jönnek be az RGB fények a képbe, ugyanis rengeteg felhasználási módjuk van, tényleg bármilyen színt tudunk alkotni, bárhogy tudjuk a fényeket rendezni, és a Godox pont itt jön a képbe, aminek három csőfénye van, a nevükben van, hogy milyen hosszúak, centiméterbe, TL30, TL60 és TL120. Hadd kérdezzem meg amúgy, hogy van bármilyen RGB fénycsöved, vagy szeretnél egyet? Hogyha igen, vagy van, vagy szeretnél valamit, akkor kérlek, írd meg kommentbe, és folytassuk ott a beszélgetést. Tudod, a kommentben, ami a like-gomb alatt van, amit benyomhatnál, hogyha izgalmas ez a videó. Ha meg nagyon szarnak találod, akkor nyomd be kétszer a like-gombot. Oké, funkciók. A Godoxnak a fényeit RGB, HIS, CCT, zselé módba és még effekt módba is rakhatod, amúgy a tanulási görbe nagyon egyszerű, pár perc alatt annyira egyértelmű, intuitív az egész, és mindent a gombokkal, meg az ilyen kis csavarható gombokkal be tudsz állítani, van egy tisztán látható, egyértelmű képernyő rajta, de akár a Godox alkalmazást is használhatod, és van rajta DMX. És ez az a funkció, amiről beszéltem, ami eladja nekem a Godoxot a többi fénnyel kapcsolatba, mert ezáltal tudjuk kontrollálni a kedvenc appommal a Sidus Linknek az iPad-es verziójával. Össze tudod kötni bármilyen más Aputure-ös, Amaranos fénnyel, vagy bármivel, aminek van DMX-es csatlakozója, és ez a DMX-nek köszönhetően, és a Sidus Linknek a rohadt jó, most majdnem káromkodtam, de YouTube miatt nem szabad, szóval fantasztikus alkalmazásával különböző ilyen színeket és preseteket tudunk létrehozni, és egyből tudjuk kombinálni és mindent megváltoztatni a fényeinkbe, és amikor belejönnek ezek a DMX-es Godox RGB csövek, én imádom őket így használni. Oké. Beszéljünk komolyabb dolgokról, számokról. Az output tekintetében ez egy 30 wattos fény, és a színhőmérséklet 2700-tól 6500 Kelvinig tud menni, a fényerőt pedig 0-tól 100%-ig állíthatjuk. A CRI az 96, a TLCI az 98, és ezeket 700 luxon 1 méteren vettük fel, vagy illetve ezen lett mérve. A 100%-os teljesítményét több mint 150 percen át tudja biztosítani.
amiért szerintem nagyon jó egy RGB fénycsövet használni, és ugyanúgy a Godox TL szériát is, mert annyi féleképpen tudjuk hasznosítani. Háttérben, mint ahogy itt láthatod őket, egy háttérvilágítást ad, de adhatna mondjuk egy nagyon jó kis rimlightot, de akár sokat egymás mellé tehetünk, és akár még egy főfényt is lehet softbox-szal használni, és pontosan ezért szeretem őket, és szinte minden forgatásomra magammal viszem. Ugyanakkor választhatnánk LED paneleket is, de szerintem sokkal több rétű egy RGB cső, ezért használom őket. Nyilván ott van, amit itt is használok a stúdiómban, a flexibilis ilyen LED matracok, amik például kis helyekre nagyon-nagyon jók. De hogyha az árérték arányt és a felhasználhatóságot nézzük, akkor szerintem az RGB csőfények a legjobban megtérülő befektetések. Hogyha már befektetés, beszéljünk az árakról, a TL30 az 40 ezer, a TL60 az 100 ezer forint, a TL20-as verziója Godoxnak pedig 130 ezer forint. Oké, most, hogy ezt átbeszéltük, nyilván vannak olyan helyzetek, amikor inkább mondjuk egy tradicionális COB LED fényt szeretnénk használni. Például van egy bírol, amiben egy Aperol spritzet forgattam, ott a főfényemet egy óriási softbox-szal, egy COB fénnyel használtam, azzal alkottam meg, de a háttérvilágításra ugyanúgy magammal vittem amúgy az RGB csöveket. Hogyha érdekel, hogy ezt a videót hogy csináltam meg, és mi a teljes film és végeredmény, nézd meg itt ezt a videót. A másik dolog, amit pedig említettem, ugye a flexibilis LED fények, ugye amilyen matracon feltekerhető dolgok, egy nagyon különleges és érdekes fényről van szó, úgyhogy ha érdekel, hogy mondjuk ilyen kis helyekre, hogy tudod ezeket hasznosítani, például itt mindig ezt használom, akkor mindenféleképpen nézd meg ezt a videót is, mielőtt eldöntöd, hogy milyen fényt fogsz venni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, iratkozz fel a csengővel is, nagyon sok izgalmas tartalmam jön ilyen bemutatókkal is, de végigviszlek egy behind the scenes-esen, hogy konkrétan hogy forgatok ezekkel, mint ahogy ezek a videók is, amikben remélem, hogy találkozunk legközelebb. Köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!